az Urbact Innovator története itt, Torinóban kezdődött, amikor is két önkormányzati dolgozónak az az ötlete támadt, hogy kérdezzék meg munkatársaikat, milyen újító ötletük van a hivatali munka hatékonyabbá tételére. Ötletükből később Európai Uniós pályázati támogatással egy tudástranszfer hálózat jött létre Torino irányítása mellett további 6 európai város, Párizs, Porto, Murcia, Rotterdam, Kolozsvár és Veszprém önkormányzatainak együttműködésével. A torinói minta alapján működő program újszerű módon vonja be az önkormányzatok, önkormányzati cégek munkatársait olyan innovációs projektek előterjesztésébe, amelyek javíthatják a város közigazgatási teljesítményét, az erőforrások és a kapacitás jobb felhasználása révén. Amikor elkezdtük, akkor az volt a célunk, hogy de jó, most lehetőségünk van arra, hogy minél több ötletet, minél több innovációt begyűjtsünk. Azonban az alatt az idő alatt, amíg nyitva volt ez az ötlet pályázat, rá kellett arra jönnünk, hogy itt bizony a kollégákban vannak gátlások. És nem biztosak abban, hogy egy egyszerű projekt, vagy egy egyszerű kis ötlet mennyire fontos a számukra, illetve mennyire gondolják azt, hogy ez egy valóban benyújtható ötlet. És ezért az egész idő alatt motiválni kellett őket, illetve kommunikálnunk kellett velük, és ekkor jöttünk arra rá, hogy ezért ez a projekt ez egy jövőbe mutató folyamat. Hiszen néhány év múlva, illetve az elkövetkezendő évek során, hogyha újból és újból megkérdezzük a véleményüket, és látják azt, hogy ezekből az ötletekből meg is valósulnak bizonyos elemek, akkor egyre bátrabbak lesznek, és hozzá tudnak járulni az intézmények megreformálásához. A megújulás képessége a jövőbe vezető út. Minden ötlet és szándék, amely hatékonyabbá, motiváltabbá tesz minket, a siker záloga, ehhez pedig minden eszközt érdemes megragadni, vélik a veszprémi városvezetők. Jobban szeretjük, hogyha a munkánk eredménye realizálódik, és nem csak egy fiókba vagy egy aktába kerül bele. És azt hiszem, hogy miután mi közösségben dolgozunk, a polgármesteri hivatal kötelékében azért nagyon sok együttműködés testesül meg, hogy szívesen is beszélgetünk ilyesmiről. Tehát ha valakinek van egy gondolata, egy ötlete, ez nem példanélküli, hogy ez a gyakorlatba átültetésre kerül, akár a belső szervezet megújításánál, akár a munkavégzés új gyakorlatainak a kialakításánál. A kollégák nem csak dolgozni járnak ide, véli a polgármester hivatal szakmai vezetője, aki szerint a munkatársak kreatív ötleteikkel segítik a munkát, újító javaslataik jó hatással vannak az egész közösségre, és előre viszik a csapatszellemet is. Azért tartom ezt fontosnak, mert a munkavállaló az közelebbi szinten van a mindennaposan felmerülő problémákhoz, amit lehet, hogy egy szinten már a vezetők nem vesznek észre. És fontos egyfajta visszajelzésként, egy visszacsatolás a vezetők felé, hogy mi az a problémakör, vagy egy újító szándék, amit meg lehetne valósítani, és az mindenkinek a hasznára válik. A projekt megvalósítása keretében helyi támogató csoport is alakult, a Veszprémi Önkormányzat, a Pannon Egyetem, valamint a Veszprém Balaton 2023 ZRT szakembereinek részvételével. A team feladata főként az volt, hogy a projektet teljes terjedelmében végigkísérje, az ötlet pályázat tartalmának kidolgozásától kezdve egészen az ötletek megvalósításáig. Az Európai Együttműködési Program, a Fenntartható Városfejlesztésért Operatív Program, vagyis az Urbact keretében megvalósuló projekt elsődleges célcsoportja egyébként a város közigazgatása, amelynek a mindenkori kihívások kezeléséhez, céljainak megvalósításához megfelelő stratégiákat kell kialakítania. Ennek keretében az együttműködő európai városok közös munkával együtt alakítanak ki integrált megoldásokat a helyi problémákra, megosztják tapasztalataikat és tanulnak egymástól, leszűrik a tanulságokat és átadják a jó gyakorlatokat a városfejlesztési politikájuk további fejlesztése érdekében. Most eljött a te időd. Oszd meg velünk gondolataidat, legyél te is újító, ötletelj velünk!
Ezzel a felhívással szólították meg a projekt gazdák mindazokat, akik nyitott szemmel járnak a világban és tele vannak ötletekkel, vagy csak szeretnek közösségben dolgozni és örömmel látnák megvalósulni saját elképzeléseiket. Ötletpályázatukat esemény, akció és folyamat kategóriákban hirdették meg. A felkészülési jegyében műhelymunkákat, mini ötletbőrzét is szerveztek a helyi intézményeknél, amelyek keretében egymás által nyerhettek megerősítést a résztvevők, hogy ötletük érdemes a benyújtásra. S hogy milyen is egy veszprémi újító, már is mutatunk közülünk néhányat. Nyújtózol le, és teljesen kinyújtod a kinyújtodat, teljesen lenyújtózol, és végig érzed a gerincedet a nyújtózást. Török Ágnes a veszprémi polgármesteri hivatalban dolgozik, szabad idejében gyógytestnevelőként is tevékenykedik. Vallja, hogy az emberi test a mozgásra van kitalálva, viszont napjaink modern életviteléhez kevesebb mozgás társul, ezért úgy látja, a munkahelyeken is szükség lenne olyan lehetőségre, esetleg egy tornaszobára, ahol az ott dolgozók igény szerint átmozgathatják magukat napközben. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az emberek az inaktív élet módjukban minél több aktivitást próbáljanak belecsempészni. Na most ezt, hogyha valaki 8 órát folyamatosan dolgozik, és azon kívül próbálja ezt megoldani, akkor ott abban 8 órában lényegében annyi problémát okozott saját magának, hogy azt szinte lehetetlen kompenzálni akár egy órás edzéssel is. És emiatt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a munkahelyeken is legyen olyan lehetőség, egy tornaszoba például, ahova a munkatársak nem egy meghatározott időben, hanem igény szerint elmehessenek, átmozgathassák magukat, és utána folytathassák a munkát. Bihari Margit folyamat kategóriában nyújtotta be pályázatát, és nyert. Az Eötvös Károly megyei könyvtár munkatársaként úgy látja, bár az intézmény bejáratánál található amfiteátrum nagyon jó adottságokkal rendelkezik, az általa kínált lehetőségek kihasználatlanok. Ennek kiköszöbölésére született egy tető kialakításának a terve, amely méretben állítható lenne a fényviszonyoknak és a időjárásnak megfelelően. Nagyon fontosnak tartom, hogy az így kialakított tető harmonizáljon az őt körülvevő környezettel. Terv még, hogy a lépcsőket fapadokkal felszerelni, ezekre párnákat, plédeket kihelyezni az olvasók kényelme érdekében, és akkor az így kialakított tér már érdekesebbé, vonzóbbá tenni a könyvtár szolgáltatásait. Major Dóra, Toldiné Sonfai Katalin és Szőke Kavinszki Andrea alkott a csapat ötleteivel ahhoz járult hozzá, hogy Veszprém városa még zöldebb, egészségesebb, élhetőbb legyen. A városban azt vettük észre, hogy több olyan épület van, épületfelület, ami kopár. És a zöldesítés az mindig egy olyan szép dolog, tehát hogy aval mellé nyúlni nem lehet. Talán nem is kerül annyiban, mint egyéb más felújító munkálat, hogy kicsit zöldebbé tennénk ezeket a felületeket, akár függőleges falakról van szó, vagy tető részekről, és akkor eszünkbe jutott, hogy akár buszmegállókra is tervezhetnénk ezeket a helyszíneket, és ez az árnyékolást is segítené. Illetve kellemesebb lenne a környezet maga, ahol áll a buszra várakozó. Aztán eszünkbe jutott még az a fejlesztés, hogy örökbe lehetne fogadni intézményeknek egy-egy ilyen helyszínt, és akkor gondozni lehetne, és akkor oda kerülhetne annak az intézménynek a logója, emblémája, és ez egy plusz reklám lenne az intézményeknek. Az innovátor transfer hálózat célja tehát nem a jó gyakorlatok másolása, hanem annak adaptálása az adott város adottságaihoz, céljaihoz és lehetőségeihez. És mivel Veszprém lesz 2023-ban Európa kulturális fővárosa, így a projekt keretében felmerülő jó gyakorlatokat mindig is az LKF 2023 program előkészítő folyamat részének tekintette a város. Az előre szervezett workshopok vagy szemináriumok, azok nagyon jó élmények voltak. Több kulturális intézménnyel együtt dolgoztunk, vagy önkormányzati fenntartási intézménnyel együtt dolgoztunk abban, hogy megszólítottuk a kollégákat, és együtt eltöltöttünk egy néhány órát, vagy egy délelőttöt. Ez így a személyes kapcsolatok, illetve az intézmények közötti kapcsolatok erősítését is szolgálta.
Másrészt nagyon jó volt azt látni, hiszen nekünk az LKF-nél fontos célunk az, hogy bevonjuk az ötleteket, generáljuk a projekteket. Az LKF-en belül is sok pályázat fog kiírodni, hiszen így fogunk tudni majd támogatásokat adni egyes kezdeményezéseknek. Azt láttuk, hogy az emberek nyitottak erre, és még a saját mikroközösségük fejlesztésén is tudnak gondolkodni és dolgozni. Nem feltétlenül kell ahhoz egy világmegváltó gondolattal érkezni, hogy jobb legyen az életünk. Az ötletpályázatra az Agora Veszprém Kulturális Központ, a Kabóca Báb Színház, a Kastélykert Óvoda, a Lackó Dezső Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Petőfi Színház, a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft., a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. És Veszprém Megyeújgú Város Önkormányzatának munkatársai adtak be pályaműveket. A legjobb ötletek gazdáit ünnepség keretében köszöntötték és jutalmazták. Tartottunk műhelymunkákat, ezeken a műhelymunkákon egy kicsit közelebb hoztuk azokhoz, akik részt vettek ezeken magát az ötletpályázatot, és így értük el azt, hogy összesen 58 pályázat érkezett be, 43 kollégánk, 43 fő közreműködésével, esemény, akció és folyamat kategóriában. Most hitelesek, igazán hitelesek akkor tudunk lenni, és akkor tudunk eredményt felmutatni, hogyha majd azok, akik támogatták, a kétkedők is, látják, hogy lesznek dolgok, amik megvalósulnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy lesznek dolgok, tehát részben kapcsolódtunk az Európa Kulturális Fővárosa projekthez, és arra kértük a munkatársakat, hogy a kulturális kínálat bővítésében gondolkodjanak, és lesznek olyan dolgok, amelyek ezen belül meg fognak valósulni. És ezen kívül már azt tudjuk mondani, hogy kicsit fura körülmények között, de a távmunkavégzés, mint ötlet, az már szinte a legtöbb intézményben meg is valósul. Gondolkodunk a munkahelyi egészségvédő tornának a megvalósításában, ez az irányában is vannak már lépések, illetve a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a különféle intézményben, ilyen átgondolt módon. Az eddig elvégzett munka csupán egy megkezdett út, amelyet érdemes végigjárni. Az Urbact Innovator program pedig bebizonyította Veszprémben is, hogy nincs rossz ötlet vagy gondolat, minden ötlet jó, és mindenkiben ott rejlik az újító.